A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ritka alkalom az, mikor ilyen sokújukkal tudunk találkozni, és azokat a gondolatokat elmondhatjuk, ami bennünket foglalkoztat, ami mindannyiunknak a jövőjét meghatározza, egy ilyen nagyszerű kiállítás és vásár és gépson, mert úgy gondolom, hogy Magyarországon két ilyen nagyszerű rendezvény van, elnézést az Oméktól, az első az állattenyésztési napok Hódmezővásárhely, a második pedig ez a mezőfalvi gépshow. Azért mondom ezt a kettőt, mert két nagy ágazatnak a témakörét öleli fel, és mennyire fontos az, hogy valóban itt legyünk egy ilyen programon, és valóban megtekintsük, megtapasztaljuk, meglássuk azt a jövőt, amely bennünket érint, bennünket foglalkoztat, és nem utolsó sorban meghatározza a jövőnket. Köszöntöm Önöket immár a hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Szántóföldi Napok és Agrárgépshow eseményen itt Mezőfalván. Ahogy az előző esztendőkben, úgy az idén is számos izgalmas program várja az ide látogató gazdálkodókat, a szakma képviselőit és azokat a fiatalokat, akik mezőgazdasági pályán képzelik el a jövőjüket. Idén a kiállítás fő témája a fenntarthatóság és a klímaváltozás, amiről már hallottunk, és az ehhez való alkalmazkodási módszerek, eszközök bemutatása lesz. A témaválasztás nagyon aktuális, hiszen az utóbbi időben éppen a szántóföldi növénytermesztésben dolgozó gazdálkodók szembesültek talán a leglátványosabb módon a környezeti, gazdasági és a piaci viszonyok változékonyságával és kiszámíthatatlanságával. Mindenki a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy a talpon maradáshoz nagyobb fokú tudatosságra és a megújulási képességre egyaránt szükség van. Megmutatja ezt az orosz-ukrán háborús konfliktus mi alatt felborult piaci viszonyok közepette, nem maradhatott el azonban a kormányzati segítségnyújtás sem. Hiszen semmilyen körülmények között nem hagyjuk magukra a termelőket. Ezért a korábbi segítő és támogató döntéseken túl újabb 5 pontból álló intézkedési csomagról döntött a kormány idén áprilisban. Ennek egyik eleme, hogy azokra a mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából hazánkba, teljes körű bejelentési kötelezettség vonatkozik, származzanak azok bármely országból. A kormány intézkedett arról is, hogy felgyorsítja a folyamatot. A Magyar Államkincstár 2024. május 31-ig elméletileg teljesíteni kellett volna nekik a terület és állatalapú támogatások kifizetését. Ez csúszik egy pár napot, ezért elnézést kérünk mindenkitől, de várható, hogy ebben egy olyan átfogó új intézkedés csomag kerül meghatározásra, ami az elkövetkezendő időszakban ezeket a folyamatokat felgyorsítja, illetve egy olyan strukturális átszervezés történik meg, ami sokkal rugalmasabbá és sokkal biztonságosabbá teszi ezeknek a kifizetéseknek a határidőre való megvalósulását. Ugyancsak döntés született arról, hogy 2026-ig további 45 milliárd forint áll rendelkezésre az Agrár Széchenyi Kártya programhoz, ami kamattámogatott hiteltermékként nagy segítség a gazdaságok finanszírozásában. Itt kell megemlítenem, hogy az 5%-os kamatszinttel igénybe vehető konstrukcióra már több mint 5000 termelő jelezte igényét, mint egy 124 milliárd forint értékben. Ezeken túl a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után évente befizetett adó visszaigényelhető része 90%-ra emelkedett, ami újabb legalább 1 milliárd forintos éves többlettámogatást jelent a gazdák számára. Míg Európa szerte a gazdálkodók tüntetésekkel adnak hangot elégedetlenségüknek, hiszen joggal érezhetik, hogy kormányaik cserben hagyták őket, addig hazánkban gazdabarát kormány van. Annál több pénzt nem lehet beletenni az ágazatba a közös agrárpolitika eszközrendszerén keresztül, mint amit a magyar kormány tett a vidékfejlesztési források maximális 80%-os kiegészítő finanszírozásának megteremtésével.
Ha csak azt az alapvető tényt veszem, hogy a kifizetett agrártámogatások mértéke tavaly meghaladta az 1400 milliárd forintot, és ez az összeg közel háromszorosa a 2010-ben kifizetett 533 milliárd forintnak, akkor nem is kellene a kormány agrárium iránti elkötelezettségét mással alátámasztanom. Ennek a kormányzati hozzáállásnak köszönhetően az, hogy uniós összevetésben is az egyik legmagasabb mértékben tudtuk, és minden gazdálkodó számára járó területalapú alaptámogatás hektáronkénti összegét megőrizni az előző támogatási ciklushoz képest. Az új pályázatok forrásainak felhasználása révén pedig 2900 milliárd forintból folytatódhat az agrárium megújulása. A támogatások célja, hogy 2030-ra a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar nemzetközi és hazai piacokon történő versenyképességét átütő mértékben erősítsük. Szeretném itt kihangsúlyozni, hogy 2030-ra el szeretnénk kérni azt, hogy a magyar mezőgazdaság Európa legfejlettebb mezőgazdaságai közé tartozhasson. Ennek megfelelő alapokról tudtunk már biztosítani forrásokat, és tudunk elkövetkezendő időszakban megfelelő szaktudással, megfelelő hozzáértéssel, innovatív készséggel, úgy gondolom, hogy a környezeti alkalmazkodáshoz maximálisan megfelelő lehetőségeket kihasználva ezt a célt el fogjuk érni. Kérem éppen ezért önöket, hogy ebben legyenek partnereink, legyünk mindannyian együtt abban, hogy valóban ezt a célt elérhessük, és akkor boldog európai gazdák közé fogunk tartozni mindannyian. A gazdálkodókra számítunk abban, hogy tapasztalataikra, tudásukra alapozva a nehéz helyzetben olyan döntéseket hoznak, amelyek elkerülhetetlenek az új piaci és gazdasági viszonyok történő alkalmazkodáshoz. Hangsúlyozom ezt akkor is, amikor összességében éppen emelkedést mutatnak az európai határidős gabona árak. Az időjárás ugyanis igen kedvezőtlen hatott az ukrán-orosz, valamint a francia és a német szántóföldekre, ahonnan a gazdák az őszi kalászosokból jóval kevesebbet takaríthatnak majd be. Ennek hatása már észlelhető az európai határidős piacokon, ezért emelkednek érdemben a gabona árak. De eközben arról sem szabad megfeledkezni, hogy az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az ukrán mezőgazdasági termékek vámmentes importjának további egy évvel történő meghosszabbítását. Annak ellenére tették ezt, hogy világos, az európai és a magyar gazdálkodók nem tudnak versenyezni a nemzetközi nagytőkés oligarchiák tulajdonában álló több százezer hektáron termelő ukrán gazdaságokkal, amelyek jóval enyhébb termelési feltételek mellett gazdálkodnak. Brüsszel a háborút pénzeli, az európai gazdák támogatása helyett, ezzel továbbra is agrárválságot okoz, sőt a béke sem kerül elérhető távolságba. Az Agrárminisztérium ezzel szemben a hazai gazdákra figyel. A tavasszal társadalmi egyeztetésre bocsátott és nyáron elinduló új beruházási pályázati felhívások esetében több olyat is előkészítettünk, amely a takarmányipar, élelmiszeripar, az állattartás és a kertészetek fejlesztésére ad majd lehetőséget. A feldolgozó ipari pályázati felhívások 200 milliárd forintos keretösszeggel hirdetjük meg, szintén 200 milliárd forintos keretösszeggel jelennek meg az állattartó telepek megújulására irányuló pályázatok, és a kertészetek fejlesztésére pedig közel 100 milliárd forint keretösszegű forrás fog jutni. Évvégén jönnek a különböző szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó felhívások, erre éppen Harsányi Zsolt kérte, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, várhatóan az év második felében, évvége felé ezek a források, ezek a lehetőségek is nyilvánosságra kerülnek és pályázhatókká válnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország júliusban induló uniós elnöksége időszakában az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy megmutassuk Európa életképességének fenntartásához versenyképes, válságálló, fenntartható, gazdabarát és tudás alapú uniós mezőgazdasági politikára van szükség. Át kell gondolni a gazdálkodók felé támasztott brüsszeli feltételrendszert. A mezőgazdaságban vállalkozó dolgozók számára ugyanis kézzelfogható, hogy a környezeti fenntarthatóság ügye, évről évre szembesülünk a klímaváltozás kihívásaival, az uniós támogatások igénybevételénél pedig számos szigorú szabály betartását várják el tőlünk,
a természeti erőforrások védelme érdekében. A komoly kihívásokra válaszul az uniós és a hazai támogatások mellett az alaposan átgondolt termelői döntések azok, amelyek biztosítják a magyar agrárium életképességét. Ezért fontosak az ilyen szakmai események mind a mai, ma kezdődő szántóföldi napok esetében is, kiváló alkalom arra, hogy minél több információt, minél több tapasztalatot, minél több tudást adjunk át egymásnak. De visszatérve az Európai Uniós agrárpolitikához, szeretném én is felhívni az önök figyelmét arra, hogy egy olyan új lehetőséget kapott az agrárágazat Győrfi Balázs elnök úr személyében, aki tudja majd képviselni a magyar gazdatársadalom érdekeit az Európai Unió számos területén. Ilyen jellegű, ekkora méretű, ilyen jó szervezett rendezvényről nem tudunk. Tehát ez azt jelenti, hogy Mezőfalva ma az agrárium egyik olyan centruma, és ez a kiállítás pedig igazán egy olyan lehetőség, ahol megláthatjuk, hogy ma hol tartunk, és hova kell eljussunk. Megmondom őszintén, hogy mikor készültem erre a találkozóra, úgy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez a rendezvény mutatja a fejlődést, de azt is, hogy a magyar gazdák eldöntötték, hogy nem hajlandók kiszorulni, nem hagyják magukat, hogy kiszorítsák őket a piacról, a nemzetközi piacokról. Kedves barátaim, ez a rendezvény, ez a kiállítás, ez a bemutató, ezek a bemutatók arról szólnak ma, hogy hogyan tudunk mi a kihívásoknak igazán megfelelni. Hadd csatlakozzam Balogh Tamás barátomhoz, környezetvédelmi világnap. Hát igen, akkor ha ebből a szempontból nézzük, akkor minden, ami a környezetvédelem szempontjából, a klímavédelem szempontjából fontos, az itt most látható, érzékelhető, és üzenjük innen is a magyar polgároknak, üzenjük az ultrazöldeknek, és üzenjük mindenkinek, hogy a magyar gazdák felkészültek, és most például lehet majd látni, hogy hogyan kell egy valódi, fenntartható fejlődés során olyan eszközöket, olyan megoldásokat találni, ami biztosítja a célokat, hogy valóban célba jussunk. Miről van szó? Arról, hogy ma itt, amilyen eszközöket, gépeket látunk, ez már igazán példája annak, hogy mit kellett volna csinálni annó a Green Deal megszervezőinek, hogyan kellett volna felkészülni, hogyan kellett volna stratégiát készíteni, hogy milyen talajállapotot akarunk, ahhoz milyen gépek szükségesek, milyen fajták szükségesek, mennyi idő kell ahhoz, míg egy ilyen változást elérünk, nem pedig egyetlen egy jó szabály megváltoztatással, egy programmal arra kényszeríteni a gazdákat, hogy hatalmas veszteségeket szenvedjenek el. Nos, azt gondolom, mi nem beszéltünk róla, nem beszélünk róla, itt van, működésben lehet látni mindent, és lehet látni a különböző növényfajták esetében is, hogy mi a genetikai előrehaladás. Kedves barátaim, változó világban élünk, rohanó világban élünk. Azt hiszem, hogy a versenyben iszonyatos tempóval kell haladnunk. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy itt vagytok. Jó érzés együtt lenni, és talán azt kell még aláhúzzam, hogy a változások élén kell, hogy álljunk ahhoz, hogy valóban rólunk, nélkülünk érdemi döntések ne szülessenek. Nem kívánok most agrárpolitikai mélyebb fejtegetésekbe bonyolulni, csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy van egy lehetőségünk arra ma, illetve majd vasárnap, hogy eldöntsük, hogy hogyan alakuljon Európa sorsa, Európa jövője, természetesen nem csak mi magyarok, hanem az Unió összes tagállamában. Én hiszem, hogy meg lesz az az összefogás, amire régóta vágytunk. Hajrá magyar gazdák, hajrá magyar gépforgalmazók, hajrá fejlesztők, hajrá Magyarország! 2017-ben rendeztük meg az első ilyen jellegű programunkat. Mára már egy nagy ismertséggel és nagy múlttal bíró eseményé vált. Nem túlzás kijelenteni, hogy június elején a Szántóföldi Ágazat Központja erre a pár napra rendre Mezőfalvára települ. 150-nél is több kiállító, a legújabb gépek szemléje, szakmai beszélgetések, információk, fajta bemutatók, színes kiegészítő programok. A szervezői oldalról
igyekszünk mindent megtenni ezért a népszerűségért. Nem ok nélkül érkezik ide minden évben több tízezer látogató. A Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségének közreműködésével megrendezett esemény, tehát egyértelműen sikeres, köszönjük a szervezetnek a befektetett munkát. Ezért a sikerért szeretnénk a jövőben is megdolgozni és egy hosszú távú megállapodást aláírni. Arra készülünk, hogy a gépforgalmazókkal ezt megtegyük, azért, hogy évről évre kiszámítható feltételek mellett mutathassák be gépeiket itt Mezőfalván. De köszönet illeti a Mezőfalvi ZRT vezetőségét és munkatársait is, folyamatosan biztosítják a lehető legjobb feltételeket itt a több mint 40 hektáros tematikus kiállítás helyszínén. Szóval nem csak arról van szó, hogy a kijelölt helyen felsorakoznak a gépek, a felállított sátraknál zajlanak a programok, hanem a területet hónapokkal a rendezvény előtt elő is kell készíteni. Nyilván a vetést meg kell ejteni, ahhoz, hogy a fajta bemutatón a kíváncsi és szakavatott szemek azokat meg tudják vizsgálni. Sok munka van tehát az előkészítésben, a lebonyolításban, de a végeredmény eddig mindig visszaigazolta, hogy nem hiába való a befektetett energia. Idén is nagyon gazdag programkínálattal várjuk a gazdálkodókat, az agráriummal dolgozókat és az ide látogatókat, mindenkit, aki érdeklődik az ágazat iránt. Az Agrár Gép Show kiemelten látványos, parádés része a szántóföldi napoknak, ami hitünk szerint idén sem fog majd csalódást okozni. A technológiai fejlődés olyan gyors a mezőgazdasági gépek területén, hogy egy év leforgása alatt is összegyűlt sok bemutatni való. A Megfosz jó voltával ezúttal is sok gépet megcsodálhatunk, működés közben is. Láthatjuk őket terepen, valódi szántóföldi körülmények között, ha úgy tetszik, akcióban. Általuk is megismerhetjük a mezőgazdaság legmodernebb oldalát, de jóval több ez is, mint látványos bemutató, olyan, mint egy életre kelt katalógus. Találkozási és tájékozódási pont a gyártók, forgalmazók, valamint a piaci szereplők a potenciális vásárlók számára. Tisztelt látogatók, az ország legnagyobb szántóföldi kiállításán minden évben egy meghatározott tematika szerint haladunk, így állítjuk össze a programot. Idén a fenntartható, illetve a klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodási módszerek, eszközök bemutatására helyeztük a hangsúlyt, reagálva egyébként a Tamás által elmondott világnapra, amiről egyébként fogalmunk sem volt. A gépbemutatók mellett termesztés technológia újdonságokkal, fenntartható gazdálkodást segítő megoldások bemutatásával is készülünk. Továbbá figyelmet kap a korszerű vízgazdálkodás és erdőgazdálkodás is. De például a drónbemutatók is itt vannak. Általánosságban elmondható, a gazdák itt beszerezhetnek olyan naprakész információkat, ami segíti őket gazdaságuk fejlesztésében, vagy általában a jó döntések meghozatalában. Mindaz, amit két nap alatt felvonultat a szántóföldi napok technológiában, tudásban, információ átadásban, ugyanazt a célt szolgálja. A hazai mezőgazdaság modernizálását, fenntarthatóságának, versenyképességének a javítását. Az agrárium áramló források megsokszorozódásával a magyar kormány hitet tett az ágazat magas szintű fejlesztése mellett. Biztatom önöket, hogy minél nagyobb mértékben éljenek is ezzel a rendelkezésre álló lehetőséggel. A pályázatokról a kamara folyamatosan tájékoztatást nyújt. Kibővült falugazdász hálózatunk országszerte minden tagunknak rendelkezésére áll. Az pedig, hogy a kormánypárt európai parlamenti jelölt listáján helyet kapott az agrárium képviselete, újabb érdekérvényesítési lehetőséget nyit meg az ágazat számára. Hogy felkértek EP képviselőjelöltnek, az óriási megtiszteltetés számomra. A bizalmat kapok, a kamarai munkám mellett ugyanolyan elhivatottsággal fogom ellátni ezt a feladatot. Másrészt ez a felkérés biztos garancia mindannyiunk számára. Arra, hogy Magyarországon az agrárium nem mostoha gyerek, hanem kiemelt stratégiai ágazat. Kell is a megerősítés, hiszen mindeddig Brüsszeltől nem sok jóra számíthattunk. Sokszor érezhettük az elmúlt években, hogy az uniós bürokraták cserben hagyták az unió mezőgazdaságát, a gazdákat. Cserben hagyták a gazdálkodókat, amikor szélesre tárták a kapukat az ukrán gabona és más áruk előtt. Amikor beengedték az unión kívüli távoli országokból érkező kétes eredetű élelmiszereket és alapanyagokat. Ezek előállítása ki tudja, milyen helyi szabályozás szerint történik, de hogy nem az unió szerint, abba biztosak lehetünk.
Cserben hagyták gazdálkodókat akkor is, amikor hadat üzentek az észszerű állattenyésztésnek és növényvédelemnek. Olyan irányelvek, intézkedéseket zúdítottak a gazdálkodókra, amelynek köszönhetően egyre költségesebb lett a termelés. Veszteségessé váltak ágazatok, vállalkozások, családi gazdaságok, kiszolgáltatottabbá váltak a mezőgazdaságban élők és úgy általában a tagországok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.